1983-ban indult a kezdeményezés, hogy legyen országos színi találkozó, és az elsőt még ebben az évben Kimlén rendezték meg. Feltehetőleg anyagi okok miatt abba maradt a további szervezés, és csak 14 évvel később, 1997-ben élesztették újra Adácson, ahol azóta minden év novemberében összegyűlnek a fellépők. A társulatok jelentkeznek a fesztiválra, és nyilván, hogy időfüggvénye, hogy mennyi csoportot tudunk fogadni, mennyi idős darabjuk van, amit bemutatni szándékoznak a közönségnek, mert így is az éjszakai órákig eltartanak ezek a találkozók. A fesztivál már 10 éve Kárpát-medencei színjátszó találkozóként is működik, ugyanis az eseményre a határon túli, így újvidéki, felvidéki és erdélyi csoportok is érkeznek. Az esemény Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke nyitotta meg, aki elismerően beszélt az adácsiak lelkesedéséről és jövőbe vetett hitéről, aminek eredményeként a találkozó évről évre megrendezésre kerül. A művészetre szükség van, tette hozzá, hiszen az boldogít minket. Ha látunk egy színi előadást, legyen az a dráma bármelyik ága, tehát lehet komédia, tragikomédia, bármilyen terület, akkor mi boldogan és jól érezzük magunkat. Egyből jobb kedvünk lesz. Én a magam részéről csodálom az itt föllépő társulásokat, hiszen egyrészt van örömük, kedvük és kitartóak. Mindig betanulnak egy-egy új darabot. A másik oldalon, hogy látva az arcukat, ők ezt vidáman, keftelve adják elő, és hát örömet okoznak nekünk is, valljuk be nézőknek, hiszen talán ez az egyik legfontosabb. A társulatok előadásait egy három tagból álló minősítő bizottság értékeli minden évben, ám igazi versengés még sincs a csoportok között. Én szerintem nincs rivalizálás, méghozzá azért nincs, mivel hogy nagyon sok társulattal itt találkozunk egy évben egy alkalommal, akiket nagyon régóta ismerünk. Tehát, hogyha mi ide jövünk, most nem az van, hogy én jobb legyek, mint mondjuk a Veritas színpad az Adácsi, jobb legyek, mint az Alix színpad a Veszprémi, vagy bárkinél jobb legyek, hanem azért jövünk ide, hogy megmutassuk azt a munkát, amit mi egész évben folytattunk. A háromnapos rendezvény alatt összesen 11 előadást nézhettek meg az érdeklődők. A fesztivál záró akkordjaként az Adácsi Veritas lépett színpadra, és nevettetett a Meseautó című darabjával.